Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész orgona hangversenyét hallgathatta a közönség az esti 6 órás szentmisét követően a kertvárosi Szent Erzsébet templomban. A repertoárt ő állította össze, fókuszálva Liszt Ferenc 210. születésnapi évfordulójára. Ezért játszottam Lisztet, két Liszt művet a második felében a koncertnek, és az orgona viszont egy neobarok hangszerről beszélünk, alapvetően inkább a barok művekre jó, de mint most kiderült, egyébként a Liszt művek is jól érezték magukat rajta, én úgy éreztem. És ezért játszottam egy, így mondhatnám úgyis, hogy egy sláger Bachot, a D-moltokát és fugát, amit mindenki ismer, és szeret persze, kicsit most is észre, találtam benne egy helyet, amit máshogy csináltam, mint korábban, úgyhogy kicsit ez is volt, hogy szerettem volna megmutatni ezt, hogy ha valaki ismeri jól a darabokat, hallhatta, hogy egy-két ütem az nem át lett írva, át lett gondolva, inkább így mondom, mivel ez egy nem eredeti kéziratban fennmaradt Bach mű, meg hát az sem biztos, hogy Bach így az ember belemer nyúlni adott ponton. És akkor emellé, az orgonaművek mellé dalokat, illetve egy Bach korál feldolgozást tettem be, az viszont trombitával ment, és a templom orgonistái, Czapák Attila és Katis Benedikta elvállalták, hogy lekísérnek, és akkor ezúton is köszönöm nekik. A karzaton lévő orgonasípok nemrég újultak meg. Szükség volt a renoválásra, mivel a hangszerek királynője beteg volt. A hamis hang könnyen helyrehozható, mert azt fel lehet hangolni, de a penész és a szó ellen már nem könnyű a védekezés és azok felszámolása. Mintegy 2800 darab sípot darabokra kellett szedni és megtisztítani egy manufaktúra szakembereinek. Amikor az egész orgona így elkészül, akkor a kántor úrunk felajánlotta, hogy ő megszervez egy koncertsorozatot, aminek én nagyon örültem. És úgy tűnik, hogy jó döntés volt. Egy évben egyetlen egyszer volt az elmúlt időszakban koncert, ez pedig a kertvárosi napok keretében, és annak ellenére, hogy nem szokott itt koncert lenni, az első alkalommal, a második alkalommal meglepően sokan voltak itt, sokan maradtak itt, és én nagyon-nagyon örültem, mert hiszen a templom az egy Isten háza, egy gyűjtőhely, amely a jó szándékú embereket ide hívja. Az orgona is egy ilyen hívó hangszer, mint a harang hasonló hozzá, hogy a templomban hívja azokat az embereket, akikben van egy jó indulat, segítőkészség, illetve akik ezen keresztül is szeretnék az Isten dicsőíteni. Ez a mi orgonánk is. Repertoár beszállításában könnyű dolgom volt, mert az előadó művészek, akiket meghívtunk, illetve orgonaművészek, ők maguk állították össze a műsort. Mivel ez egy neobarokk orgona, tehát barokk hangzású, ezért leginkább olyan műveket játszottak, ami egy ilyen orgonára való. Ez egy 4 koncertből álló sorozat, amin az elsőn mindannyian, akik itt felléptünk, bemutatkoztunk, mindannyian játszottunk. Kovács Szilárd Ferenc, Balatoni Sándor, Katis Benedikta és jó magam. Az első koncert ugye az itt, tehát a második koncerten mint házigazda és feleségem játszott Katis Benedikta. A harmadik koncerten Kovács Szilárd Ferenc orgona művész koncertjét hallhattuk, és a negyedik koncerten pedig Balatoni Sándor fog játszani. Ezt a koncertsorozatot nem most kezdtem, ez már volt az előző években is, de sajnos
a közönség érdeklődésének hiányában ezeket felfüggesztettük, illetve jött a világjárvány is. Most, hogy megújult az orgon, ennek apropójából tudtunk egy koncertsorozatot szervezni. Én úgy látom, hogy a városban nem igazán tudják, hogy van itt egy ilyen jó hangszer, ezért mindenkit buzdítunk arra, hogy bármilyen koncertesemény van itt, arra feltétlenül jöjjenek el. Legközelebb október 17-én vasárnap este 7 órakor várja közönségét a Kertvárosi Szent Erzsébet templom orgonája és a fellépők Balatoni Sándor és Balatoni Schultz Jennifer.